Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Már az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy a tervek szerint a kormány átalakítja az uniós pénzek lebonyolítását, már odaítélését, pályáztatási rendszerét, és azt is olvashatták Önök, és azt is hallhatták tőlünk, hogy szintén a tervek szerint az eddigi Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek sokkal kisebb feladata és szerepe lesz, és leginkább az érintett tárcákhoz kerülnek majd ezek a bizonyos pénzek, illetve nyilván maga a pályáztatási rendszere. Na, ezzel kapcsolatban mondták azt a szocialisták, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiüresítése, az uniós források átcsoportosítása valójában a Simicska Lajos és Nyerges Zsolt üzleti érdekeltségeibe tartozó vállalatoknak kedvez. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, Csepregi Nándor a vendégem. Jó estét kívánok! Kezdjük csak arra. Igaz? Tehát, hogy ez az egész azért van, hogy Simicska Lajos és Nyerges Zsolt könnyebben juthasson pénzhez. A szervezet átalakításáról már 2010-ben szó volt, akkor a kormány ezt a döntést hozta, hogy a források maradéktalan lehívása érdekében nem nyúlunk hozzá az intézményrendszerhez, hanem az akkor meglévő keretek között próbáljuk felgyorsítani a folyamatokat. Most, hogy egy új tervezési időszak, a 2014-20 közötti időszak előtt állunk egy évvel, ideje elgondolkodni azon, hogy ebben a periódusban hogyan miként szeretnénk a forrásokat lehívni, de meg szeretnénk nyugtatni mindenkit, a jelenlegi időszakban még további két év van hátra, tehát 14 és 15-ös év, melyekben egyenként 1700-1700 milliárd forintot kell lehívni, és ennek a lehívásnak a felelőse a mai keretek között a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség marad. Tehát a lehívás felelőse. Értem. De maga az átalakítás, az, hogy a minisztériumoknak legyen beleszólásuk nyilván szakterülettől függően, az azért van, ahogy a szocialisták mondják, hogy Simicska Lajos és Nyerges Zsolt könnyebben juthasson pénzhez. 100 000 pályázatot kezel ma az intézményrendszer, ezek a pályázatok nem emberekhez vannak hozzákötve, hanem különböző célokhoz. A 100 000 pályázat mögött 50 000 győztes pályázat van, az 50 000 győztes pályázat mögött pedig 32 000 pályázó. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég széles rendszer. Én nem ismerek személyesen egy-két pályázó kivételével, akivel találkoztam különböző rendezvényeken többet, de az átalakítás az ország céljainak érdekében gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtési célokat kell, hogy szolgáljon. Hát ezek a pénzek, persze, hogy azt a győztes pályázó is, tehát ezek a pénzek nem vesznek el, tehát ezek beruházások formájában megvalósulnak, nyilván ez az ország érdeke. Ön is úgy fogalmazott, hogy ma ez azért van, és ennyi pályázó van, de az átalakítás az azért van, hogy Simicska Lajos és Nyerges Zsolt jobban pénzéhez jusson. Az átalakítás az azért van, mert 2014-20-ban a kormányzat deklarált, hogy sokkal több pénzt szeretne mondjuk a gazdaságfejlesztésre fordítani, és a különböző pályázati konstrukciókról születő döntéseket olyan helyre szeretné helyezni, ahol a szakmapolitikai stratégiák is születnek, így az adott ágazati minisztériumokhoz, illetve államtitkárságokhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a végrehajtási intézményrendszer, amely a pályázatokat kezeli, amely kiírja a pályázatokat ténylegesen, ezeknek az elbírálásában részt vesz, és a kifizetést lebonyolítja. Ez az NFÜ? Ez jelenti az NFÜ, hogy ez nem egy egységes intézményrendszer lesz. Azt mondta, hogy sokkal inkább szeretnénk a szakmapolitikai érdekeket megjeleníteni a pályázati kiírásokban, a végrehajtási intézményrendszer tekintetében még nem született döntés. Az a határidő, amire az ön által is említett cikk utalt, az a január 31-e, az, az első határideje annak, hogy négy miniszter, illetve a miniszterelnökséget vezető államtitkár legyen egy koncepciót arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretnénk átalakítani a rendszert, ezt követően ezt a kormány megtárgyalja, vagy elfogadja, vagy nem. Amennyiben elfogadta, akkor társadalmi vitára bocsátja, ez lesz nagyjából tavasztól ez év őszéig, és ezt követően kerül sor az Európai Bizottsággal való egyeztetésre, és ennek a végén alakulhat át az intézményrendszer, de még egyszer mondom úgy, hogy ez nem veszélyezteti a jelenlegi időszaknak a forrás lehívását. És mindez az NFÜ működésének a kritikája? Tehát, hogyha azt mondják, hogy hatékonyabb legyen a pénzlehívás, ebben a mondatban az is benne foglaltatik, hogy akkor eddig nem volt teljes mértékben hatékony. Ezzel részben egyetértek önnel, méghozzá azért, mert két dologról beszélünk, a források lehívásának a gyorsaságáról és a hatékonyságáról. 2010-ben pont ez volt a kérdésnek a tárgya, hogy mit csinálunk az intézményrendszerrel annak érdekében, hogy gyorsabban hívhassa le forrásokat. Akkor, hogyha átszerveztük volna a teljes rendszert, más gazdasági prioritások mentén felhasználva az akkor már determinált forrásokat, akkor lehetetlen lett volna a teljes keretösszeget leírni. Ezért úgy döntöttünk, hogy az. Miért? Azért, mert hogyha leállítjuk a rendszert és átszervezzük a teljes intézményrendszert, azt akkreditáltatni kell az Európai Bizottsággal. Ez az akkreditációs folyamat 6 hónap, kötője 18 hónapot is igénybe vehet. Hát de egy évig majdnem egy évig álltak a pályázatok. 2010
2010 júniusában alakult meg a kormány, akkor került átvételre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is, mint a fejlesztéspolitikai rendszer legfontosabb háttérintézménye, és nagyjából fél év alatt kerültek kiírásra az új pályázatok. Én úgy gondolom, hogy a kifizetését is leállították, nem? Nem állíthattuk le, hát, hiszen azok már megkötött támogatási szerződések voltak. Azokban ami nem megkötött támogatási szerződés volt, azok nem álltak hát le? Akkor ez nem volt mit kifizetni, nem volt megkötött támogatási szerződés. Nem a kifizetés, hanem a pályázat elbírálását, egyáltalán a dolog állt egy évig. Nem állt. Hát, hogyha állt volna, akkor nem lenne rekordszámú kifizetés akár a tavalyi évben, akár az azt megelőző évben. 700 milliárd forint 2007-10 között a kifizetési volumen, ma jelen pillanatban 3400 milliárdnál tartunk. Azt mondja, hogy 1700 milliárdot kellene még két éven. Idén 1500-at, jövőre 1700-at, és azt követőjében is, tehát 11-ben is 1700-at. De eddig ilyen sokat egyik évben se sikerült lehívni. Nem, sikerült? Exponenciálisan fejlődik a kifizetési volumen, értelemszerűen minél közelebb vagyunk a periódusnak a végéhez. Annál több forrást tudunk lehívni, hiszen annál több fejlesztés fejeződik be. Tavaly 1050 milliárd forint volt a kifizetési volumen, ezt kell ma 1500-ra emelni. Ez nem jelenti azt, hogy több számlát kell feldolgozni, hiszen nagyobb értékű számlák is érkezhetnek a rendszerben. Számtalan olyan intézkedést vezettünk be az elmúlt években, ami ezt a számla mennyiséget és az azokban szereplő összegeket is emelte. Még idézek a szocialistáktól, csak azért, hogy a félreértéseket eloszlassuk, ha vannak. Azt is mondják, hogy a témával foglalkozó helyettes államtitkár a Fejlesztési Minisztériumnál, tehát ott, ahol ön is, Schwab Zoltán, aki a kormányváltásig a közgép igazgató tanácsának az elnöke volt, és rajta kívül még a szaktárcának dolgozik főtanácsadóként, ezt ugye eddig is tudtuk, Nyerges Attila, Simics Kalajos üzlettársának a testvére. Én a figyelit ezt voltam az elnöke a kormányváltás megelőzően, tehát nem értem a én. De most nem a Fidelitásról van szó, hanem a közgépről, tehát Simics Kalajosról van szó, Nyerges Zsoltról van szó, őket emlegették. De helyettes államtitkárként gondolom engem említett, nekem semmilyen közöm nem volt semmilyen vállalkozáshoz 2015. A témával foglalkozó helyettes államtitkár, a fejlesztési miniszter, Schwab Zoltán. Bocsánat, Schwab Zoltán nem a fejlesztés politikai kérdésekkel foglalkozik, hanem infrastruktúrális kérdezettek, környezet és útfejlesztések, vasútberuházások, ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A vasútberuházás, ott is vannak elnyert pályázatok, ezt olvastuk. A témában foglalkozó helyettes államtitkár, ennekben én vagyok. Azt tudom, és ön fidelitásos volt, azt is tudjuk most már, és nem dolgozott a közgépnél. Nem. Egyáltalán ismeri Simics Kalajos? Nem. Látta már? Tévében igen. Tévében hol látta? Itt önöknél. Mi? Nálunk Simics Kalajos? Egy fényképet valamikor közel. Hát fotót, igen. Amikor azt mondta, hogy a pályázók közül és 50 ezer, meg 30 ezer, és nem tudom hány, hogy egy-kettővel találkozott. Igen. Hát mondjuk 100-200-al biztos. De vele nem is. Nem. Olyan misztikus, meg olyan rejtélyes ez az egész. Így állandóan az ellenzéki pártok beszélnek egy Simicskáról, meg odaláncolják magukat a közgéphez, meg nem tudom mi, meg Nyerges Zsoltról, aztán én még talán nem is találkoztam olyan emberrel, aki tényleg találkozott volna Simics Kalajossal. Hát akkor sajnos el kell szomorítanom, mert én sem vagyok. Ön sem az. Na, tehát akkor a 1700 milliárd még az idei, aztán utána két éven keresztül. Idén, és 1700 jövőre. 2700. Tehát ez egy nagyon nagy pénz. Attól, hogy átszervezik, attól biztos, hogy gyorsulni fog, attól nem fog gyorsulni a pénzlehívás. Nagyon fontos különválasztani két kérdést. A szakmapolitikai döntések áthelyezése az ágazati tárcákhoz az azt jelenti, hogy valóban olyan pályázati konstrukciók, olyan pályázatok fognak megjelenni, amelyek a leginkább alkalmazkodnak az ágazat szakmapolitikai céljaihoz. Például az egészségügyi pályázatok vonatkozásában azt az egészségügyet felügyelő ma Emberi Erőforrások Minisztériumának az egészségügyi államtitkársága mondja meg. De miért eddig meg nem volt beleszólásuk? Hát hogy ne lett volna? Amikor a 2010-es kormányváltáskor átvettük a fejlesztéspolitikai rendszert, akkor a forrásoknak a nagyon nagy része, közel a kétharmada már le volt kötve. Most 2014-ben nyitunk egy új rendszert, és újra nyitunk egy kalapot, 100% a szabad forrás, és a kormányzat azt mondhatja, hogy én igen, 60%-ot szeretnék közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítani, a másik fennmaradó 40%-ot területfejlesztés és ágazati szakpolitikák kérdésére. Ahhoz, hogy valóban egy integrált stratégia mentén történjen meg az ország fejlesztése, nagyon fontos közelebb engedni a szakpolitikához ezeket a kérdéseket. De eddig nem volt beleszólásuk, hogy mire kellene uniós pénz, hát hogy ne lett volna egészségügynek, környezetvédelemnek, az természetesen volt. De mivel a forrásoknak a kétharmada már a kormányváltáskor le volt kötve, ezért nem volt lehetőség egy teljesen újra gondolt rendszert üzemeltetni. Én azt értem, de most az új rendszerben mitől lesz több beleszólásuk? Attól, hogy ahol az ágazati stratégiák születnek, ott születnek a pályázati konstrukciók. De a pályázati konstrukciókat lebonyolító intézményrendszer, ami ma az NFÜ, az
több mint valószínű, hogy lehetséges, ezt majd a kormány a bizottsággal közösen eldönti, az egy egységes intézményrendszer marad. Tehát amikor arról beszélnek a kritikusok, hogy szétesik a teljes intézményrendszer, vagy ezt a kormány szétszedi, akkor nem olvassák el annak a kormányhatározatnak sem a címét, sem a tartalmát, amiből ezt a következtetést levonják. Engem meggyőzött, tehát én már értem, tehát marad az NFÜ nagy... Ugye? Na, hát ugye? Mind a kettőnknek majd jó napja lesz. Tehát nagy valószínűséggel marad az NFÜ. De sem én mondtam, azt nem értem. Azt mondtam, hogy 2017-től lesz egy rendszer, az lehet egy központosított rendszer, lehet egy célszedett rendszer, ebben még nem született döntés. A fő irányokat látjuk, ami a kormányzati szándék. Azt mondta, hogy nagy valószínűség az NFÜ, mint intézményrendszer marad. A kormányzatnak meg kell hozni ezt a döntést, és a bizottságnak ezt akceptálnia kell, amennyiben a kettő tartozik egymással, akkor csak ez így azt van. Nem értem, hogy az eddigi időszakhoz képest a jövőbeni időszakban mitől lesz majd nagyobb szerepe, vagy egyáltalán milyen más szerepe lesz a szakmapolitikának. Azt mondja az egészségügyi államtitkárság, és ez most egy fikció a vonatkozásban, hogy sokkal több egészségügyi intézményt szeretne fejleszteni a járásokban, és mondjuk nem a megyei egészségügyi intézményeket szeretne fejleszteni. Akkor a fejlesztéspolitikai intézményrendszerhez ennek a koncepciónak a mentén kell kiírni a pályázatokat. Hát igen, eddig de is... eddig a szabad források mértéke az jóval kisebb volt annál, mint amennyi lesz a 14-20-as rendszerben, és értelemszerűen, hogyha átvettünk egy működő rendszert, és elfogadtuk annak a letett alapjait, hiszen nem tudtunk más tenni, akkor az volt a logikus lépés, hogy szakmailag erre építve folytatjuk a fejlesztéseket. Akkor is, hogyha ezzel teljes mértékben nem értünk egyet, mert ma abban talán egyenlásponton vagyunk. Azt mondja meg, mitől lesz nagyobb beleszólása? Maradjunk a példán, mondjuk az egészségügyi minisztériumnak, államtitkárságnak, mindegy, hogy nevezzük, volt korábban. Megír egy ágazati koncepciót. Az egészségügyi államtitkárság, azt mondja a kormány, hogy az egészségügy fejlesztésére van X összeg, és azt mondja, hogy ennek a koncepciónak az érdekében ezt az X összeget én így szeretném felhasználni. És eddig ez nem így volt? Nem. Hát hogy volt? Az előző kormányzat kétharmadát lekötötte a forrásoknak, a fennmaradó egyharmad lekötése volt nagyságrendileg a mi feladatunk. Ezt az egyharmad lekötést úgy kellett megoldanunk, hogy a korábban elindított fejlesztéseket fejezte be, vagy folytatta a logikájában, és gyorsította fel a kifizetéseket. Én azt értem, de ami már elindult, amit megörököltek, hát abba is beleszólt a szakmapolitika, hogy kellene ennyi és ennyi kórház, fejlesztés, bővítés, nem tudom mi, azt a kormány megnézte, jóváhagyta, NFÜ intézte. Hát ez ugyanaz a rendszer, amit önök terveznek. Az irányító hatósági funkciókon van, úgy látom, a vita az opponensek és a rendszert mondjuk védők között, hogy ezek hova kerülnek. Az irányító hatósági funkciónak egy része ez a pályázati konstrukciónak a megírása, egy másik része mondjuk a pályázatoknak az elbírálása. Ennek a technikai része... Kibírál el? Az NFÜ? Az az intézményrendszer fog elbírálni, aki létrejön vagy átalakul 14-től. Értem. Akkor 14-be folytatjuk, ha előbb nem. Köszönöm, hogy itt vagy. Találkozunk. Köszönöm.